Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Satisfactory folytatása. A legújabb menetünkkel. No, azt hiszem megvan ez a mennyiség. Bőven megvan. Remek. Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split, and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Juhu! No, mit is kaptunk pontosan? Oké. Okay. Elosztó, mi egyéb? Hát semmi szuper kritikus, de van egy pár hasznos cucc. Plusz igazából lefutott ez a választék. No. Ez egy jó kérdés, hogy melyikkel járok jobban. A 15 vagy az 5? A 15 az nagyon jól hangzik. Rengeteg alapanyag kell hozzá, de az egy jó cucc. Ez is egy alternatíva, hogy több rezet tudunk gyártani, de igazából a rész, mint alapanyag, nem lesz kritikus sose. Úgyhogy azt hiszem ezzel járok jobban. Ezzel a csavarozott lemezzel. No, még egy vinyó nincs. Ezt elindíthatjuk, mert abból van egy darab, meg menet közben szereztünk egy csigát, az volt az érdekes, a kritikus. Plusz van ilyen proteinem, valamiből gyártottunk. Ami azt adja, hogy tudunk ilyen organikus adatkapszulát, jelentsen az bármit is. Rotor, meg mi egyéb. Ehhez nem tudom mi kell. Na, ez mondjuk hasznos, plusz 6 hely, és semmi nem kell hozzá, igazából. Á, értem, hogy ez ilyen előkészület a többihez. Ez a adatkapszula. Jó, katériummal nem vagyunk előrébb, kajában. Azt hiszem most van ilyen. Másik bogyó. És akkor tudunk keresni majd ilyesmit. Lehetne szkennelni. Igazából van ez minden, úgyhogy hajrá, és akkor tudunk majd szkennelni utánuk. Ehhez kéne a másik fajta sárga csiga. Ehhez meg kell egy feldolgozott cucc. Jó, az overclockhoz, akkor először le kell reszelni a csigát. Legyen sürgős csiga reszelés. És akkor utána nekiállunk a dolgoknak, de ez az overclock, ez kritikus, ez alapvetően ez fogja megoldani a problémáinkat. Közben visszaér. Mert például ebből 120-at gyárt, 60-at tud a cső elvinni maximum a szallag, úgyhogy nincs értelme nem 50%-on tartani. Viszont 50%-on 1,6 energiát fogyaszt a teljes 5 megawattjával szemben. Tehát harmad energia költségért a felét, még mindig bőven eleget ad. Még igazából simán lehetne még lejjebb venni. De ezzel megspóroljuk a jelentős mennyiséget innen. Jó.
És vannak elosztóink, függőleges az 1-es, 2-es az jó helyen van, ez legyen a 4-es, 5-ös, 6-os, 5-ös és 6-os, elosztó és egyesítő, vagy fordítva, de mindegy is, azt majd mindig keresgetjük, hogy melyik-melyik. Személyi doboz nem nagyon érdekes. Ezt... hát egyre nem hiszem, hogy ki kellene rakni. A Constructor az mehet a 7-esre. Smelterből olyan nagyon sokat nem fogok szerintem építeni. A Constructor az, amit folyamatosan használunk. És akkor ez mennyit dolgoz fel? 15 percenként. Mennyit gyárt? 30-at, akkor ezt vissza lehet fogni. Ezt is felére. Viszont akkor 15-öt dolgoz föl, akkor ezt simán meg lehet osztani kettőbe. És akkor lehet ide rakni egy újabb smeltert. Megfordítva. Valahonnan szerezzünk áramot. Jó, ez nagyon nem kérdés, hogy mi legyen. Csináljon 15-öt. És ez gyárt ugye csövet, rudat. És akkor lehet egy rúd helyett egy... hogy hívják? Csavargyártunk, hogy legyen végre csavargyártás. Jó. Csavar az 10-ből dolgozik. De nekem rúd kell, úgyhogy még ez nem is jó. Rúd az 15-ből csinál 10-et. A csavar meg 10 rútból csinál 40-et. Oké, akkor annyi a trükk, hogy ezt levesszük 66%-ra. 67. Mert az akkor 11 járt. Ennek nem kell, nem kell 15. Elég, ha 11 járt. Akkor viszont 5-tel kevesebbet kell a bányának is dolgoznia. Így picurkát ott is vissza lehet még venni. Ami azért sokat segít mindenkinek. Ami azért mindenkinek jó, viszont itt kell még egy. Mert ugye a rútból, ha eltalálom. Ugye alapzat nélkül nem olyan egyszerű, remélem jó helyre raktam. Igen. Akkor ezt csinálja a csavart, ez speciál mehet teljes erőből. És akkor ide egy csavartároló. Na és akkor gyártunk csavart, nem azt mondom, hogy sok, a percenként 40 csavar az nem fog senkit a túltermelés hitében tartani, de valahova visz. No. És itt is 30-ból csinál 20-at. Ez 30-ból csinál 30-at. Ez most 60-at önt ki. Akkor ha ezt megosztjuk, akkor még mindig tudunk egy második lemezt, és lemezből igazából vége láthatatlan kell körülbelül. Hát ez elég ronda lesz, de most az a része, az így járt tartomány.
hogy őszinte legyek. Itt azért szép nem lesz addig, amíg majd ezt nem padlóval rendezzük. Ebben azért megegyezhetünk. Hol van itt áram, amit lelophatok? Ott van egy áram. És azt ide tudom hozni. Jó, és vas továbbra is. Meghaladtuk. Meghaladtuk. Jó. Akkor mindezzel együtt elértük azt, hogy az első extra energiát azt le kell raknom. Már csak azt kell kitalálni, hogy hol tudom én azt bekötni. A hálózatba. Mondjuk itt. Nem azt mondom, hogy szép, hanem hogy be van kötve. És itt van ez a tároló, amiben a kaja van. Bár lehet, hogy egyébként csak kifogyott, nem. Messze van attól, hogy kifogyjon, de attól is, hogy tele lenne. És akkor most el lehet indítani már 60-nal, ugye? Sőt, 70-nel, mert ezek 70-et, 30-at termelnek. Úgyhogy igazából érdemes lenne átállni rá. Jó. Ne ereszelj! Ne morogj! És te gyártsál biomasszát! Alien proteinből is lehetne százakat. Hasznos, ha nincs jobb. Egyelőre levélből. És akkor nem kell problémáznom, mert ezt legyártja maga. Ennyivel legyünk előrébb. Hogy ezt automatizáljuk. 60 levelet tudok csak beadni, úgyhogy ezt nyugodtan vissza lehet venni. 50%-osra. Ami azt jelenti, hogy kevesebb fogyasztás. Meg mondjuk úgysem dolgozik, úgyhogy valójában egyáltalán nincs fogyasztás, de az egy mellékág. No, mit akartunk csavarra? A csavart azt elindítottuk. Jó. Amit még meg lehet tenni, hogy visszafogjuk itt a fogyasztást, hogy ez 30-ból dolgozik 20-at, ha megduplázzuk, akkor ugye kicsit kisebb fogyasztással ugyanannyit termelünk. De most ehhez nincs kedvem cifrázni. Meg úgyis ebből tényleg minden kell. Oké, most már kell lemez. És azt még nem tudom gyártani. Sőt, valami hiányzik. Csavar. Még szerencse, hogy gyártjuk a csavarokat. Ehhez mi kell? Beton. Az még odébb van. Az még egy picit odébb van. Akkor te leszel a következő. Rúd megvan. Ezt hajlandó vagyok bedobni? Hajlandó, a csavar meg majd lesz. Jó, hát ez egyenre nem halad, mert még nem készítettük elő. Rúd legyen, és mennyi csavart? 100 egész csavarig jutott. Hát nem kapkodta el, hogy őszinte legyek, de nem is kell nagyon. És akkor csináljál minél több ilyen lemezt, mert az kell minden épülethez.
minden komolyabb épülethez kell. Azt hiszem ez egyébként kaja, ugye? Igen. Meg persze kutatásokhoz hasznos. 20 per perc. Szóval, mint a reális lenne, hogy olyan mennyiségben gyártanánk, vagy szereznénk az egyéb cuccokat a bárhonnan. No, hát akkor a levélgyártó sorunknak szerezzünk leveleket, amiközben rohanunk át a másik oldalhoz, és akkor rendezni tud. Tudom, amit felejtettem el, de az most ráér, ha már itt vagyok. És akkor megcsináljuk a... Hogy hívják ott is. Harminc per 30, és ez egy tiszta, úgyhogy ezt visszaveszem 60-ra, akkor még mindig meg lehet osztani. Kettőbe. Ha visszavesszük 60-ra. És cserébe alig fogyaszt. Ami azért egy remek hír. Hol lesz nekem itt elég helyem? Sehol leginkább. Ja, ez 30, ez egyébként 15-ből 20-30-at csinál. Úgyhogy akkor ez elég szintén fél tempón. Aztán kell egy elosztó. Elfér? El. Kell egy smelter. Ha meg sikerül forgatni. Hát ez tényleg rusnya lesz, de... Ez már ilyen. Hol van? Itt van egy áram. Réz. Gyere, még majd meglátjuk, hogy mennyit. És akkor kell egy egyik fajta konstruktor, ami csinál egyik fajta rézdrótot, 15-ből 30. Oké, akkor ezt továbbra is visszavesszük felére. És akkor a bányát vissza lehet venni negyedére. Mert az még mindig elég, és 0,5 megawattal működik. Töredék energiáért. Mindjárt visszamegyünk 30 alá. Jó. Aztán még egy bánya, vagy mi az? Termelő. És ez csinál kábelt. 60-ból, de hát annyim nincsen, úgyhogy akkor ezt is vissza lehet venni fél ütemre. Vagy 30-ból 15-öt. Ugye 30-at termelsz. Ja. Remek. Ez miért nem megy? Nem volt bekötve. Pedig úgy nézett ki, mint ami be van kötve, de nem volt bekötve. Jó, ez most a legkisebb problémám legyen. És akkor itt a tároló doboz. Amivel megoldottuk ezt is. No, alakulunk. Hát ez készül. Nem azt mondom, hogy tömegesen, de készül. Percenként 15 azért az egy jó darabig elég, bár amikor 200 a feladat, akkor hirtelen nem elég. Akkor hirtelen nagyon nem elég. És ha jól emlékszem, akkor itt volt fönt a beton valahol.
abba az irányba. Ja, ott a hegycsúcson, jó. Itt tudok egy jó tiszta áramot szerezni? Amit majd használhatok, mint forrást. Hát nem olyan egyszerű, hogy ott legyen, ahogy én szeretném. Ugye majd oda kell fölkötnöm. És szerintem egyébként a betont azt le fogjuk vezetni, hogy ne kelljen itt körbejárnom ennyit. Azt már megejtjük. Hogy az első betongyár az egy kicsit rendezettebb legyen. A céljainknak. Hol tudok majd följutni című mókami? Erre a hegytetőre. Itt azt hiszem föl tudok ugrálni. Kell nekem, vagy innen föl tudok mászni? Ez a jó kérdés. Hát szerintem innen kell, nem lesz más opcióm. Bármennyire is szeretném. Kezdjük meg a ugrálózsit. Pedig valószínűleg nem kéne, de azért lehet, hogy ne essünk le tök fölöslegesen. Oké. Akkor vegyük elő a célszerszámot. Van elég. Oké, azt hiszem elég magas. Plusz minusz 1, 2, 3, sok. Van HP-nk, úgyhogy leeshetünk, ha nagyon kell. Ah, hát ezt csúnyán elszámoltam. Mint elég. Oké, azt nem éltem, hogy ide föl tudunk ugrani. Hát, inkább kettő vagy három hiányzik, mint egy sem. Hát ez több is, mint kéne. Oké. Én érzem úgy, hogy... kicsit följebb vagyok, mint kellene, de lefelé könnyebb jutni. Ide le tudok ugrani erőlködés nélkül, ugye? Hogy odaérjek. Még jó, hogy itt van ez a bányacuc, mert akkor azért nem kell visszamennem. Normál. Hát azt nem annyira jó néven veszem. Jobb lenne egy nem normál, vagy hogy mondjam, egy teljes. Aztán bánya. Oké. Hogy jó nekem. Minden viszonylag tisztán jöhet majd lefelé függőlegesen. Hogy tudok leugrálni? Azt hiszem itt, ha nem nagyon halunk meg. A bányagép maga, mint eszköz közbe jön, helyes. És ha minden igaz, akkor innen látjuk azért azt a függőleges pozíciómat.
Jó, négyeske. Oké. Hát igazából ide lejöhet. És akkor egyenlőre itt lesz a feldolgozó. Azt hiszem az a sima konstruktorral megy. A betonfeldolgozás, igen. 45 per perc. Az meg 60-at gyárt. Akkor egy 66%. Az 30. Jó, akkor két 66-os, mondjuk 67-es. Vagy picit följebb menjünk. Kell. Jó, kell egy elosztó. Kéne hozzá kábel. Még szerencse, hogy itt valahol van egy kábelgyár. Még szerencse, hogy itt a szomszédban a kábel egész szép mennyiséget gyártott, amíg itt küzdöttünk ezzel a betonnal. Egész szépen dolgozott. Kábel 67. De nem kábel, hanem beton. És akkor a 67 a stimmel. Elosztó. Remélem jó irányba megy. Az elosztó. Jó. És akkor ez is rendben van, és akkor itt egy gyűjtő bemegy, összemegy. Hatos. Nem splitter, hanem a másik. A merger kell. Ami ha lehet még rondább lesz, de ez már egy ilyen kiegészítő játék, és akkor gyártunk betont is. Hihi! No, meg vagyunk egy újabb kritikus elemmel. Ott egy másik följáró, szintén oda. Meg most már igazából ott is majd föl tudunk mászni, ha kell. Hogy állunk áramba? Mennyire vészes a hálózat? 50, az még nem olyan gubancos. Jó, kell 200 kábel, 500 cső, vagy valami az csavar. A csavar az valószínűleg menet közben elkészült. A kábel az, ami nyilván sehol nem áll. Hiszen azt most kezdtük el gyártani. Úgyhogy felteszem, addig átállunk majd valami másra. Na, megvan az 500 csavar. Rengeteg rúd. Még több. Ja nem ide. Ide a levelek kellenek. És akkor az halad. Lemezés. Igazából ezt a lemezügyet nem fejeztem be. Ezt a lemez témakört nem fejeztük be. Felteszem, ez működik. Jó. Oké, mindenfelé áram, de az most egyenre kell, mert akkor az nem okoz gubancot. És akkor egy merger. És akkor most már van egész sok lemezgyártás. 30. 30-at feldolgoz. Jó. Akkor ezt az ügyet megoldottuk. Már olyan
azon a szinten, ahol az egyszerűséggel lehet dolgozni. Ez limestone, az nem érdekes, sőt azt mondom, kukázom. Az abszolút nem izgat. Jó. 500 csavart bedobunk ide. Ehhez mi kell? Beton. És nagyon nem érdekes. Csavar meg beton, de mondjuk ez hasznos lenne a, mind a kettő miatt. Nagyon hasznos lenne. Úgyhogy szerintem te leszel a következő. Kell hozzá viszont 100 beton. Na az... Ezt ugyan előkészítettük, de nem biztos, hogy ennyire. Üzemanyagot feldöltjük, hogy azzal ne legyen gond, mielőtt elfelejtem. És leáll a hálózat. Azért eszi bőven az energia. Jó lesz az a egyen jobban feldolgozott cucc. Akkor kell 500 csavar, hát az még nagyon messze van. Ja. Akkor addig elmegyünk gyűjteni, hogy hívják ott, alapanyagot. Sőt, ha jól látom, a katériumot be tudtuk húzni. Megnézzük, hogy van-e a közelbe valahol katérium. Hát ez túlzás, hogy közelbe, de mondjuk 400 méter az nem a reménytelen táv. Annál rosszabb helyeken is lehette. Úgyhogy szerintem azt megnézzük. 400 méter torony iránt. Picit északtól. Az nem olyan reménytelen. Meglessük, hogy hogy mint. És akkor lehet, hogy egy mini katérium feldolgozót azt ott létrehozunk. Hogy... Hát legyen. Miért érzem úgy, hogy ez a hatalmas pingózóna, ez a... Pontosan azt a katériumot jelöli, amit keresünk. És akkor igazából hiába van itt. Ó, és már bele is sétáltunk a fingásba. Pedig nagyon egyért, nagyon valószínű. Hát nagyon-nagyon ott van, úgy érzem, hogy annak a tetején van a katérium. Ennek a sziklának a tetején. De, ha csak ennyi a kihívás itt, akkor legrosszabb esetben fölmászunk oda. Ne nézek ide, de... Ahogy miután betöltött van egy óriás ilyen köpködő, azt én ott hagyom, jó? Ez maradjon ott. Ez tökéletesen jó helyen van. Az az óriás köpködő. Na, azt hiszem, kirakunk ide egy csomó ilyen... Hogy hívják ott? Tárolót. És akkor azon föl tudunk majd mászni. Hát, hogy mennyi kell, azt nem tudom. Majd meglátjuk, hogy ez hogy viszonyul a oszlop magasságához. Azt hiszem egyébként jó, vagy legalábbis nem teljesen reménytelen. Picit természetesen alatta van. Picit alatta van. De szerencsére nem sokkal. Jó. És akkor katériumot keressünk.
100 méter, ezt lehet, hogy korán végeztük ezt az ugrást. Valami állathangot hallok. Mi nem túl... Oh, hello, köpködő. Oké. Okay. És ott a katérium, csak két ilyen, hogy hívják is, tartozik hozzá. Akkor váltsunk át kajára, mert kettő az sok, abból megsérülhetünk. És akkor támadás. Harcra fel! Oké, egyenlőre jók vagyunk, és egy tiszta katérium, egy nagyon-nagyon fincsi tiszta katérium mező. Ha nem is annyira direktbe itt a köpködőnél van, de mondjuk nem sokkal arrébb, hogy őszinte legyek. Jó, tudok-e bányát? Nem, mert nincs az a másik. Remélem a workshopban le tudok gyártani egyet. Oké, egy elég. Egy bőven elég, most nem akarunk bonyolultabb bányászatot. Oké, ide kirakjuk, és akkor a széléről majd föl tudjuk húzni. Szerintem, hát 120 nem kell. Az 50%-os bőven elég, mert annyit tud a szallag. Annál többet nincs értelme vinni. Nem mondod, hogy kéne beton? De... Ha egy ilyennel keresztezzük az ügyet, akkor nem kell beton. Mert azért kell beton, hogy a talapzatot megépítsük, ami teljesen nevetséges, de most már mindegy. Oké, okay, kérdés, hogy onnan el tudok-e húzódni ide. Ennyivel hosszabb. Egy picit közelebb. Picit közelebb hozzuk, és megvan. Remek. Igazából szerintem ezt is lerakom mellé. De nem ahhoz is kéne beton. De működik, jó. Oké. És egyúttal egyébként ez egy le- és feljáró. Itt, ahol kell. Jó, ide lejön a cucc, alakulunk. No, hát megvan a katérium. Már meg kell fejezni, de a nagy része megvan, a bonyolult része megvan. Oké, okay. Valakivel még összevesztünk, a katérium megvan állapoton. Remélem jó helyen ott marad, és nem veszekszik velem. Mert én annyira nem akarok vele küszködni. Jó, hát ez így nem volt barátságos. Megoldottuk a katérium kört, és még élünk. Ez a két jó hír. Ott van valami köpködő?
Valami van. Ott a víz alatt, most nem akarok megküzdeni vele. És azt hiszem innen fogjuk folytatni. Alapvetően. Még kiérünk a partra, megnézzük a csavarokat. Meg a betont. Ha van, akkor gyorsan elküldjük, ha nincs, akkor az is megközelebbre marad már. Meg persze gyűjtögetünk közben nyersanyagot, mindig, minden mennyiségbe. Majd egyszer át tudunk térni a szénre, de az még elég messze van. Az még elég messze van. Jó, rézzel alakulunk. Ennyire sikeres volt a betonkörünk. Mint gyártási program. 200, oké. Összességében igen sikeresnek mondható. Nem vártam volna ebből 200-at itt egy egyszerű kis túraút után. Akkor a csavar a kérdés. Hogy az, hogy áll. Hát nem azt mondom, hogy fényesen, de van elég. De van elég. Azért, és az számít. Oké, ezeket bedobáljuk, majd egyszer a többit is feldolgozzuk. És ez azért hasznos, mert akkor lesz láncfűrészünk, meg jobb nyersanyagunk az üzemanyaghoz. Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Additionally, R&D inflated your pocket dimension. Ja, igen, és kapunk extra, hogy hívják ott, rakteret, ami szintén nagyon-nagyon hasznos. No, hát innen fogjuk folytatni, már ennyi.